A 89-es változások előtt Kobak néven tartott matematika verseny utódjaként szervezett megmérettetés, idei kiadásán közel 300 erdélyi magyar középiskolás vett részt. Ez a verseny illeszkedik a romániai országos matematikai vetélkedők sorába, de egyben elődöntője is a Kárpát-medencei matematika versenynek. Ez a hatalmasabb kapcsolat teremtette meg azt a lehetőséget, hogy ki tudtuk cserélni azt a matematikai tudást, ami nekünk itt Erdélyben több lett, azzal, ami Kárpátalján több lett, ami Magyarországon több lett, délvidéken, felvidéken több lett, és az igazság az, aki ezeken részt vesz, az tényleg okosabb és színvonalasabb matematikus lesz. A dolgozatírás az érettségihez hasonlóan zajlott, a diákoknak 4 óra alatt 6 feladattal kellett megbirkózniuk. Én tavaly is voltam, és hát viszonylag nehezek voltak, tehát 6 feladatból úgy érzem, hogy 2 jó, de aztán kiderül, hogy volt igazából. Az erdélyi megmérettetés nyertesei részt vesznek a Kárpát-medencei matematika versenyen, ahol magyarországi, felvidéki, délvidéki és kárpátaljai diákokkal fogják összemérni tudásukat.